Ez az idézet Michelangelo-tól származik. A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, és minden tudomány gyökere. Aki olyan eredményeket ér el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott. Nagyon igaznak találom ezt a mondatot, méghozzá azért, mert rajzolás közben ugyan a kezünk jár, a szemünk figyel, de igazából valójában ez egy folyamatos agytorna. És pontosan ezért nem értek egyet azokkal a nézőpontokkal, akkor valaki azt mondja a jobb agyféltekés rajzolásra, hogy ez csak másolás, vagy kizárólag azt tekinti rajzolásnak, amikor valaki fejből magától élethűen tud rajzolni, és a referencia fotóról történő rajzolást azt teljes egészében másolásnak tekinti. És mit is értek az alatt, hogy agytorna, és hogy mi mindenre is kell figyelni rajzolás közben. Ezt fogom elmondani ebben a mai előadásban, illetve arról is fogok beszélni, hogyan tudsz eljutni odáig, hogy aztán valóban fejből élethűen tudjál rajzolni. Rajzolásnak és a festésnek az alapja a formalátás. Mit is értek ez alatt? Hogyha nézed ezt a képet, akkor a rajzolásban ezt az ülő alakot, amit fekete formával jelöltünk, ezt hívjuk pozitív térnek, minden, ami mögötte van, a fehér forma, ezek a negatív terek. És miközben rajzolunk, nem elég csak a vonalakra figyelni, tehát nem elég az, hogy csak meghúzom ezt a vonalat, hanem úgy ellenőrzöm le, hogy ez a vonal, amit megrajzoltam, jó vagy nem, hogy közben nézőpontot váltok, és elkezdem nézni a negatív tereket. Tehát a fehér formákat elkezdem figyelni. Aztán ha néztem a negatív formákat, akkor ahogy egyre haladok a rajzomba, és minél több vonalat már megrajzoltam, el kell kezdeni figyelni a pozitív tereket is, a fekete formákat is. Tehát folyamatosan nézőpontot szükséges váltani rajzolás közben, hol a vonalakra, hol a negatív, hol a pozitív formákra kell irányítani a figyelmet. Ez már önmagában egy agytorna. Csak egy ilyen kis játék. Mit látsz akkor, hogyha a fekete formát figyeled, mit látsz akkor, hogyha a fehér formát figyeled? Ha a fekete formát nézed, akkor egy szaxofonos ember, hogyha a fehér formát nézed, akkor egy női arc bontakozik ki a képen. Tudod-e úgy nézni ezt a képet, hogy hol a fekete formát nézed, hol a fehér formát nézed? Tudod-e változtatni a nézőpontot, hogy egyszer csak ezt figyelem, egyszer csak azt figyelem? A női formát azt sokszor nem mindenki látja meg. Úgy kell nézni, hogy ez a kettő a szem, ez az orr, ez a száj, és itt van az arcnak a széle, és itt mint egy gondolatban meg lenne fordítva, tehát egy ilyen maszkszerűen van a fehér női arc, így bontakozik ki. Hogyan tudod ezt a nézőpontváltást használni a rajzolásban? Például, hogyha itt van egy rajznak, fotóról másolás esetén itt van egy rajznak a vonalas rajza, akkor itt az arcon belül, ez csak egy példa, hogy milyen formákat érdemes figyelni, hogy nézni szükséges a szem és az orr között a távolságot. Nem csak a távolságot, hanem azt a formát, ami kialakult. Nézni lehet a szem és a szemöldök között kialakult formát. Ezek a forma figyeléssel tudod leellenőrizni azt, hogy a vonalas rajz, amit elkészítettél, az jó vagy nem. Vagy amikor már ott tartasz, hogy tónusozod az arcot, akkor nem a negatív és pozitív terekre kell figyelni, hanem az egyszínű, egytónusú formákra. Például azt nézem, hogy itt a csontnál van egy sötétebb folt, akkor itt is ezt a sötétebb foltot erre a helyre szükséges rakni. Vagy itt van egy nagyon világos folt, és itt is van egy világos folt, tehát az egyszínű formákra kell irányítani a figyelmet. Hol negatív terekre, hol pozitív terekre, hol vonalakra, hol egyszínű formákra figyelünk rajzolás közben. Hogyan tudod ezt használni a festésben? Például, hogyha itt van a képnek egy referenciafotója, és erről szeretnél egy festményt, egy reprodukciót készíteni, akkor ezeknek az egyszínű formáknak össze kell állni a szemed előtt egyszínű terekké, és ezeket az egyszínű formákat szükséges megrajzolnod, megfestened.
tehát lényegében kicsit el kell homályosítani a látásmódodat, olyan, mintha hunyorogva néznél valamire, és akkor ezek az egyszínű formák, itt a referencia fotón sokkal jobban összeállnak a szemed előtt. Hogyan tudod használni ezt a látásmódot a festésben, például a képnek az első rétegének a megfestésénél, amikor még csak a fő formákat visszük fel a képre. És aztán, amikor valaki el szeretné jutni a képzeletből rajzolásra, tehát a rajzolásnak van 5 plusz 2 alapkészsége. Az első 5 szól a realisztikus rajzolásról, ez az első 5. Ennek a segítségével tudsz megtanulni úgy rajzolni, hogy először referencia fotó alapján rajzolsz. Ugyanez az 5 készség szükséges ahhoz is, amikor élőből rajzolod ugyanezt. Ha megvan ez az 5 készség, tehát erre épülve, ha már tudsz realisztikusan élethűen rajzolni, akkor erre építve jöhet a rajzolásnak a 6. készsége, amikor emlékezetből rajzolsz valamit, és a 7. készsége, amikor képzeletből rajzolsz valamit. Itt meg is mutatom azt a fejlődési ívet, hogyan lehet ezt az utat bejárni időrendben, hogyan lehet fölépíteni ezt. Tehát először, mint minden művész, minden mester, először reprodukciók alapján másol, tehát mások által elkészített rajzok vagy festmények alapján készít képet. Ugye ez arra jó, hogy megismerje magát az eszközt, a technikát, megismerje a látásmódot, ez egy gyakorlás. Utána jön a fényképről rajzolás, vagy akinek úgy tetszik másolás, de ugye itt is már beszéltük, hogy ez egy folyamatos agymunka, ahhoz, hogy le tudj rajzolni valamit fényképről, ehhez nézőpontváltásra van szükség. Aztán, ha már megy az, hogy fényképről tudsz rajzolni, akkor egy az egybe, akkor jöhet az, hogy nagyítva is tudj rajzolni, mert akkor ugye a forma figyelés, nem ugyanazt a formát fogod látni ugyanakkor a nagyságban, hanem már kétszeres nagyításnál a formát négyszer akkorába szükséges látnod. Tehát ez is már egy fejlődés, amikor nem csak egy az egybe, hanem nagyítva kezdesz el rajzolni. Nagyítva rajzolás után jöhet az élőből rajzolás vagy festés, amikor a modell ott ül előtted és úgy rajzolod le. És igazából itt a 4. lépés után azt lehet mondani, hogy ketté ágazik ez a fejlődési ív, mert hogyha már tudod ezt a 4 lépést, ezt begyakoroltad, és ugye itt már tudsz realisztikusan rajzolni referenciafotó alapján, és élőből is, akkor utána jöhet az, hogy elkezdesz emlékezetből és képzeletből rajzolni. De ez az első 4 lépés nem kihagyható. De hogyha például te nem akarsz, nem az a vágyad, hogy képzeletből rajzolj le valamit, hanem egyéni stílus, saját stílus szeretnél kialakítani, akkor utána már el lehet kezdeni az egyéni stílusokkal foglalkozni, illetve lehet a karikatúra rajzolással foglalkozni. Én azt szoktam mondani, hogy ez a fejlődési ív a rajzolásnak egy olyan vertikális fejlődési ív, amikor lentről fölfelé irányul ez a fejlődés, tehát egyre több készséget szükséges kifejleszteni ahhoz, hogy eljuss a csúcsra vagy a vágyott célhoz. Aztán van a rajzolásnak egy másik fejlődési iránya, amikor nem úgymond vertikálisan, hanem azt mondom, hogy horizontálisan fejlődünk, amikor ugyanazt az 5 alapkészséget használjuk a rajzolás során, ami szükséges a realisztikus ábrázoláshoz, csak nem mindig ugyanazzal az eszközzel csináljuk meg, hanem változtatjuk ezeket az eszközöket, különböző anyagokkal csináljuk ezt meg. Tehát itt ennél a fejlődési ívnél vagy ugyanúgy élőből rajzolsz, vagy referenciafotó alapján rajzolsz, csak mindig más eszközzel. Tehát először érdemes a grafit rajzolással kezdeni, inverz és háromszín technikával folytatni, aztán jöhetnek a színes ceruzák, porpasztel, akrilfestés, olajfestés, akvarelfestés és vegyes technikák. Ugye ebben is van kihívás, hiszen mindig az adott eszköz, mindig az anyagot meg kell ismerni pluszba, ahhoz az mellett, hogy mi mindenre kell figyelni rajzolás közben. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye ez egy agytorna, rajzolás és a festés, hiszen folyamatosan nézőpontváltásban vagy, hol vonalakra figyelsz, hol negatív terekre, hol pozitív terekre, hol tónusokra, hol egyszínű formákra. Úgy még egyszer az idézet, Michelangelo-t, amivel maximálisan egyet tudok érteni, hogy a rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, és minden tudomány gyökere.
Aki ilyen eredményeket ér, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott.